Fotóbágy kupakarcagon. Megtalálta, de nem adta le a mobilt. Állandó kiállítóterme lehet Györffy Sándornak Karcagon. Gyurcsány igazi arcát Karcagon is kimutatta. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. november 16-án 18 óra 5 perckor. Idén is megrendezték a karcagi Dériné Művelődési Központban a Hortobágy Kupa díszmadár kiállítást. Az országból több tenyésztő hozta el csodálatos díszmadarait a Kunok városába. Mindenkit üdvözlök ezen a díszmadaras eseményen. Karcagi díszmadár kiállításon, díszmadár show-n vagyunk jelen pillanatban, ami már hosszú évekre tekinthető vissza. Karcagi Díszmadár Tenyésztő Egyesület szervezésében kerül ez minden évben megrendezésre. Általában októberi vagy novemberi időponttal egy hétvégi családi esemény ez a rendezvény, ahol látogatók, gyerekek, felnőttek, idősebbek láthogathatják meg ezt a kiállítást és nézhetik meg a madarakat. Ezek mellett az első napokban a tenyésztők, én vendégtenyésztő vagyok, Lackó Tamás, innen egy 150 kilométerről érkeztem. Nekem egy kicsit szívem csücske ez a karcagi kiállítás, ahova elhozom a madaraimat, amit bemutatok, meg mellette leversenyeztetem. Tehát a tenyésztői munka itt derül ki, hogy választom ki a szebb madaraimat, amik megfeleljen egy ilyen standard leírásnak, és a bírók, a díszmadár bírók ezt utána lepontozzák, és a esetlegesen helyezést elért madarak egy első, második vagy harmadik helyes rozettát kapnak, amivel utána a tenyésztői munka folytatódhat ezekkel a tenyésztett madarakkal. A kiállítás időpontja azért is ebbe az időpontba, őszi vagy koratél időpontba van rendezve, hogy a tenyésztésnek már úgymond a tavasztól nyárig időszak lezajlik. Különböző díszmadárfajok vannak itt bemutatáson, egzotikus galambfélék, papagájok és kistestű egzóták, pinyfélék vannak kiállítva. A papagájokból is kistestű papagáj, közepes és nagytestű papagájok vannak. Több faj, a több világrészről, ausztrál, ázsiai részekről és trópusi, amazonasi régiókból származó madarak, amik persze tenyésztett madarak, különböző színváltozatban, és több tenyésztő madaraiból kerülnek ezek bemutatásra és versenyzésre, ami szerintem egy szuper dolog. Tehát mi tenyésztők, akik itt bemutatjuk a madarainkat, az nekünk ez egy picit ilyen, úgy tudnám mondani, egy küldetésünk, hogy ezt a madarakat, mint egy ilyen a természet közeli dolgot közelebb hozzuk az érdeklődők számára. Itt általánosan elmondható, hogy a kiállításnak a közép csúcsa az a szombati nap, ami egész napos látogatottsággal jöttek az érdeklődők, meg általánosan szoktak jönni. Az idő is nagyon szép volt szombaton. Konkrétan a látogatói számot nem tudok mondani, nem figyeltem, de volt szépen mozgás, és hát a szervezőség részéről elégedettséggel hallottam, hogy voltak. A gyanúsított nem sokáig birtokolta a karcag üzletben ott felejtett mobiltelefont, a rendőrök lefoglalták és visszaadták azt a tulajdonosnak. A gyanúsított nem sokáig birtokolta a karcagi üzletben ott felejtett mobiltelefont, a rendőrök lefoglalták és visszaadták azt a tulajdonosnak. A karcagi rendőrkapitányság lopásvétség elkövetése miatt folytatott eljárást. A rendelkezésre álló adatok szerint egy kisújszállási lakos azért tett bejelentést a rendőrségen, mert az egyik karcagi üzletben a bevásárló kosárban felejtett mobiltelefonját ismeretlen személy eltulajdonította. A helyszínre kiérkező rendőrök a bolt kamera felvétel alapján azonosították a feltételezett elkövetőt, akit karcagi lakcímén elfogtak és előállítottak a rendőrkapitányságra, majd gyanúsítottként kihallgatták. A nyomozók a jogsértőházában megtalálták az eltulajdonított mobilkészüléket, azt a tulajdonosának visszaadták.
Az egyenruhások azt is megállapították, hogy a 20 éves terheltet a Pesti Központi Kerületi Bíróság körözte. A Györfi Sándor Interaktív Állandó Kiállítás Megrendezése című támogatási igény benyújtásának jóváhagyására döntöttek a városvezetők. Karcag a térség egyik legjelentősebb turisztikai vonzerővel bíró központja, ezért Karcag Városi Önkormányzat képviselőtestülete fontos feladatának tekinti a város turisztikai attrakcióinak fejlesztését. A városban működő kulturális létesítmények szellemi feltöltődést jelentő kikapcsolódást biztosítanak az ide látogató vendégeknek. Györfi Sándor Kossuth-díjas szobrászművész a magyar kultúra, főként a kun hagyományok megőrzését és népszerűsítését szolgáló alkotóművészetét, a paraszti világ mellett a magyar történelem jeles alakjait megörökítő alkotásait, valamint érmeket, plaketteket és grandiózus köztéri szobrokat is magába foglaló gazdag életművét, munkásságát kívánná az önkormányzat a Karcagra látogató közösségekkel megismertetni egy interaktív, állandó kiállítás formájában. A városközpontban lévő Nagy Kun látogatóközpont a kiállítás elhelyezésére alkalmas, és az épület hosszú távú hasznosítása is megoldódna. Karcagvárosi önkormányzat nevében Szepesi Tibor polgármester kérelemmel fordult professzor dr. Kásler Miklós emberi erőforrások miniszteréhez a fent leírt turisztikai attrakció megvalósításának támogatásához. Tizedik napirendi pontunk javaslat a Györfi Sándor Interaktív Állandó Kiállítás Megrendezése című támogatási igény benyújtásának jóváhagyására. Én azt gondolom, hogy senkinek nem kell bemutatni Györfi Sándor Kossuth-díjas szobrászművészünket, aki itt él és alkot a városban, és ennek megfelelően azt gondoltuk, és ebben egyeztettünk művész úrral is, hogy szeretnénk, hogyha egy interaktív, állandó kiállítás létesülne a városban. Ennek megfelelően egy kérelmet nyújtottunk be dr. Kásler Miklós emberi erőforrások miniszteréhez, ahonnan támogatásról kaptunk visszajelzést, 12 millió forint visszanemtérítendő támogatást ítélt meg a kiállítás megrendezéséhez, illetve ennek a tárlatnak az előkészítéséhez. Ezzel kapcsolatban kell majd a további pályázati anyagot, lehetőséget benyújtani, hiszen a Nemzeti Kulturális Alapigazgatóságán keresztül kapjuk ezt a forrást. Én azt gondolom, hogy mindenképpen célszerű beadni ezt az igényt, alátámasztva a megfelelő dokumentumokkal, és minél hamarabb ezt az állandó kiállítást megszervezni, berendezni Karcag városában. Vitára bocsájtom, kérdés, hozzászólás van-e? Ha nincs, elfogadásra javaslom, aki egyetért vele jelezze, igen, nem, tartózkodás nem volt, egyhangulag került elfogadásra. Miniszter úr, a kérelem alapján a Nemzeti Kulturális Alap 2021. évi miniszteri kerete terhére 12 millió forint visszanemtérítendő támogatást ítélt meg a kiállítás megrendezésére. A Nemzeti Kulturális Alap igazgatóságának tájékoztatása alapján a miniszter úr támogatási szándéka akkor válik döntési, ha a támogatási szerződés megkötéséhez, támogatói okirat kiadásához szükséges adatlap, valamint a mellékletek elektronikus úton beérkeznek az NKA igazgatóságához. Az adatlap 2021. október 13-án benyújtásra került. Jelenleg hiánypótlás teljesítése van folyamatban. Már korábban beszámoltunk róla, hogy Karcagon tartotta országjáró állomását Hídvégi Balázs. A lakosság is kérdezhetett. A baloldal vezetőjével kapcsolatban is felmerültek kérdések. F. Kovács Sándor válaszolt. Elhangzott, hogy Gyurcsány Ferenc a karmester. Ha emlékszünk rá, akinek kor megengedte, hogy 11 néhány évvel ezelőtt, lassan már 20, hogy Megyesi Pétert hogy pucsolta meg, ez a simmamodorú, nagyon finom úriember Gyurcsány Ferenc. Megyesi Péter volt a miniszterelnök, két év alatt úgy megfúrta, hogy nem lett belőle semmi. Már akkor ő volt a baloldal nagy karmestere, és ez azóta semmit nem változott. Gyurcsány Ferenccel kapcsolatban, hogy mennyire kedvelik itt a nagykúrságban Gyurcsány Ferencet, az idősebbek, nem olyan idősek, egy 10-15 évvel ezelőtti példát hoznék fel, ott ebben az épületben 2006-ban egy nagyon sikeres MSZP fórum, ott rendeztek Gyurcsány Ferenc
egy szereplésével oda járt és szervezte ezt a fórumot. Buszokkal hozták a választókerületből az MSZP tagokat, és lelkes karcagiak is be akartak jönni ide a Dénné épületébe, és Vadai Ágnes saját kezűleg lánca és lakattal zárta le az ajtókat, hogy ne tudjuk, mint lelkes érdeklődők bejönni, körülbelül 150-en, és Gyurcsány Ferenc innen oldalról menekítették ki a lelkes és érdeklődő nagykonyságiak és karcagiak elől. Tehát már akkor szeretünk volna őt személyesen látni. Szép hagyományt, ezt tartsuk fel, azt szeretném kérni. Így van, és volt a másik példa, hogy a Karcagi Kórházat látogatta meg, a portánál kiszállt az autóból, és egyből a pszichiátriai épületében kísérték be, ahol amikor kijött, lelkes fiatalok táblával fogadták, hogy kiszökkél felé, mit írtak fel. Tehát az a helyzet, hogy itt mindig szívesen láttuk, és mindig öröm és móka és vacagás volt, amikor jött. Tehát nálunk ez nem lesz probléma. Én megköszönöm képviselőnek, Kivégi Balázsnak ezt a nagyon kellemes estét, miniszter úrnak a kiegészítést, az iránymutatást, és megköszönöm mindenkinek, aki itt volt ezen a mai estén, hogy együtt tölthettük. Én azt gondolom, hogy feltöltődve fogunk minden hazamenni, minket nem kellett meggyőzni. Mi képviselőnek is meg tudtuk volna győzni a mi igazunkról, de jól esik együtt lenni, jól esik látni egymást, mert újult erővel feltöltődve megyünk innen haza, és folytatni fogjuk a kampányt, folytatni fogjuk az ország és a haza védelmét, ahogy 10-20-30 éve tettük. Mindenkinek nyugodalmas jó éjszakát kívánok, balesetmentes utat hazáig, és hogyha még otthon várjuk és jó vacsora, akkor a vacsorához jó étvágyat. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat a Nagykunsági Híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!